Íjászkodni többféleképpen lehet. Versenysportként, de hobbiként és kikapcsolódásból is. Ezeknek egy különleges keveréke a történelmi íjászkodás, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. A Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület tevékenységeit a nemzeti, kulturális értékek iránti elkötelezettség jegyében alkották meg, és honfoglaló, illetve huszár történelmi élettereket igyekeznek bemutatni. Nemrég, immár harmadik alkalommal szervezték meg a Hétvártúrni második szakaszát. Egy kellemes napot lehet természetben eltölteni, és akár családdal is el lehet látogatni egy ilyen típusú ijászversenyre. Gyerekek, felnőttek, nagyszülők megtalálják a helyüket, és azt szeretném mondani, hogy soha nem késő elkezdeni ijászkodni. Tehát én is ezelőtt 4-5 évvel kezdtem el ijászkodni, megtetszett, és most annyira fellendült ez a mozgalom, hogy szinte minden egyes hétvégén lehet egy-egy ijászversenyre benevezni, elmenni, és egy alternatíva az otthon ülésnek, a telefonos, internetes játékoknak az ijászverseny. A Hétvártúrni a tavalyi 7 állomás helyett idén már 14 állomást foglal magába, amely kiterjed az ország több területére is. Ezeken a versenyeken kezdőknek, profiknak, kicsiknek, nagyoknak egyaránt lehetőségük van megmérettetni magukat. Azt szeretem benne, hogy a versenyek olyan érdekesek, hogy vajon dobogós leszek, vagy nem. Vannak olyan célok, hogy fel kell állni mondjuk a lóra, és onnan kell lőni, és érdekesek. Már ilyet is csináltál, hogy felállsz a lóra? Igen. Orsolya körülbelül 3 éve íjászkodik, és egy újabb hobbiát fedezte fel ebben a sportban. Úgy véli, nőként is ugyanolyan esélyekkel indul a versenyen, mint férfi társai. Sőt, motiválja, hogy nagyon sok nő van, aki kiemelkedően teljesít a sportágban. Valójában az íjászat szerintem nem is a versengésről szól, hanem arról, hogy bármilyen helyzetben megtanuljunk összpontosítani. És ha sikerül a körülöttünk levő zajt lecsendesíteni, és figyelni magamra, hogy mit, hogyan kell csinálni helyesen, mindenféle technikát helyesen használni, és eltalálni a célt, ez lenne a lényeg. Ezt ugye ezt az egész technikát, meg az egész jelenlét átélését, ezt lehet másba is gyakorolni, nem csak az íjászatban. Az íjászatkedvelők számára kiemelkedően jó hír, hogy a történelmi íjászatot idén márciusban Romániában is, mint hivatásos és különálló sportot ismerték el. Az elkövetkező 3 év feladata az, hogy megfelelőképpen leszabályozzuk a történelmi íjászatot, hogy pontosítsuk azt, hogy milyen feltételek mellett hogyan történik a versenyeztetés. A történelmi íjászatnak több alága is van. Ide tartozik a lovasi íjászat, ide tartozik a távlövés, amelynek a lényege az, hogy minél távolabb kell a veszőt röpíteni. Ide tartozik ugyanakkor a távcéllövés is, ahol a célok 30 métertől 200 méterig vannak felállítva. Ezek mellett pedig a hagyományos történelmi verseny is része a történelmi íjászatnak, ahol technikai, mozgó és lőlapos célok vannak. Az elmúlt 3 évben a Hétvártúrni versenyeim több mint 680 íjász jelent meg, de úgy becsüljük, hogy Romániában az íjászok száma, azoknak a személyeknek a száma, amelynek legalább egy íja van otthon, kb. 2500-3000-re tehető. Az íjászat egy olyan közösségépítő sport, amely fejleszti az önbizalmat és a koncentráló képességet. Kortól függetlenül ajánlott mindenki számára.